Szép napot kívánok mindenkinek, Zom vagyok, üdvözöllek titeket a Wild vasárnapon, és már kiszúrhattátok a képernyő jobb felső sarkában, hogy egy Wild Freeze Mage-el fogunk ma játszani. Ez annyiban különbözik egyébként a standardes Freeze Mage-től, hogy ugye van benne dupla Mad Scientist, aki egy Loot Hoarder helyett, ugye helyett játsza Loot Hoarder-eket a standardben lévő, és egyébként nem feltétlenül játszik ugye Flame Strike-ot. Tehát, hogy van olyan build, ami abszolút nem játszik, és helyette mondjuk két Evolve Koboldot. Nagyjából ennyi a különbség, a Flamestrike-os dolgon gondolkodtam, hogy legyen, de egyelőre hagyjuk így, aztán majd maximum csinálok vele mást, vagy esetleg megcsináljuk azt, hogy Flamestrike helyett egy Doomsayer, és akkor tudunk olyat csinálni, hogy két Nova Doomsayer, vagy Blizzard Doomsayer, de most így egyelőre egy van ebben a deckben. Meglátjuk, hogy így hogy teljesít. Bár mondjuk egyébként lehet, hogy ezt így kezdésből másképp csinálom, tehát hogy a dupla Doomsayer az lehet, hogy nem hülyeség. De jó lett volna Bloodseer Raider a Doomsayer helyett. Szóval, akkor vágjunk neki ezzel a létrának. Végül is még csak szezon eleje van. Na jó, lassan a egy harmadán túl vagyunk, úgyhogy még ez sok minden történhet. És a rohadtul remélem, hogy ez nem rínólok. Az Acolyte jó, az Intellect jó, viszont... az Intellectet megtartom. Nem tudom. Inkább szeretnék valami mást, például a Mad Scientist-et. Egy Mad Scientist test is, secretet is húz, hát így leveszi azt a stresszt az ember válláról, hogy úristen, meg kell találnom az Ice Barrier-t, meg az Ice Blockot. Ha csak nem silencerik le, ugye. Ugye Wide van az egyetlen félelme az embernek, hogy valaki Eater of Secrets-el játszik. Ugye a paladinok ellen sokáig tekkeltek meg a Secret Hunterek ellen Eater of Secrets-el, úgyhogy ez egy létező dolog. Bár nem gyakori, ellenem szerintem hát az elmúlt 3 hónapban vagy 4-5 ilyen volt maximum, de lehet, hogy többet mondok, és azért ez sok száz játék, tehát azt mondom, hogy 5% alatti. És ő zú. Hát... most, hogy kirakom, trade-en nyilván nem fog. De én ezt a Frostboltet még beáldozom rá. Hogy ne lője szét a fejem. Bár kiraktam volna a Mad Scientist-et, és abban megkapom az Ice Blockot, akkor még ugye tengernyi időm van. Most valószínűleg fogja telerakni a boardot, legalábbis gondolom én. Egy lövés lett volna, ugye. Viszont nála van a coin, tehát hogyha szedett ki egy lényt, akkor... és nem szedett ki. Jó, blokkot most fel tudom rakni, de akkor inkább már a Mad Scientist-et. Kiszeded a 3 power overwhelminget? Nem. Erre a boardra rakják ki Doomsayert. Le tudja, tehát hogy leszedni elméletén nem tudják. De szerintem ez így easy. És ezt miért tudottam le, igazából teljesen mindegy volt. Mehetett volna a ping arcra is igazából. Talán az jobb lett volna, és nullát teppelt eddig az emberünk, de gondoltam, hogy majd fog még így a játék alatt. Reméljük nem az 1 HP számít, ha az 1 HP számított, akkor misplay volt, hogy leszettük a taunt-ot. Hm.
Most rakjak ki még egy Doomsayert? Nyilván nem fogok. Mi lett a secret? Barrier, akkor blokkot viszont kirakom. No. Szépen karácsonyfázunk. Frostboltot már nem játszhatom el, ugye? Az egyik kiment. Most ha megcsinálom a Doomsayert és a torcsot, az még egy létező dolog lehet. Ugye tud Doomguardozni, és azzal le tudja ütni, mert akkor ő 3-ba lesz a Doomguard, meg ugye fixen 5-ös. Ha a kezébe van, ha nincs a kezébe, akkor megbukja a boardot. Lehet mondjuk, hogy ezzel még kivárok. De mondjuk a kis dobálózót azt lesz. Ugye koboldból csak egy van, úgyhogy azt nem akartam, hogy kiteszem. Frostbolt és... Jó, ez tök mindegy. Ó. Na most azért jó, hogy le lett szedve a Juggler. És rossz, hogy nincs a kezemben Bloodlust, Blizzard. Frostnova Doomsayer azért itt elég jó top deck lenne. Meg tudom-e úszni azt, hogy most nekem kijátszom az egyik Firebolt? Szerintem... Nem. Lehet, hogy ez most túl greedy volt egyébként, és már az előző körben el kellett hoztatom a Concealment. Nem tudom. De így bőven elég volt ennyit bekapni tőle. Így egyből a barriert leütötte. Na most kéne az a híres, nevezetes. Vagy valami laphúzás, vagy Frostnova, vagy ilyesmi. Ez nem az, de még lehet az. Ez sem az. Ez Novának Nova, következő körben. Tele van a keze és nagyon nem pakol. Nyilván a board clear-re vár, ami meg majd mindjárt érkezik. My shield for Argon. Jó. Nos. Húzunk egyet. Ez mondjuk biztos volt. Megcsináljuk ezt. Megcsináljuk ezt. És húzunk. És két Blizzard egymás után. Nem rossz. Most, hogyha van nála a chemist, akkor sírunk. Akkor nagyon sírunk, bár ez a két Blizzard is olyan egy szolgáltat tudna tenni. Gyakorlatilag a Taurisszán kellene, és így a kombónak egy része ugye meg is van. A Doomsayert ugye, a Doomguardot ugye nem tudja letenni szerencsére, úgyhogy ez azért volt így nagyon jó.
mit kéne most csinálnom? Leteszem a Blood Mage Talnost és lepingelem? Szerintem ahhoz ő értékes. Úgyhogy ez csak így. Csak így simán. Nem tudok jobbat. Tehát, hogy most ezt belebörszölhettem volna az arcába, csak azzal nem vagyok előrébb. Oké. Okay. Ez elég szomorú. Jó. Most ha megcsinálom, de ezt nem, tehát hogy... most ha leteszem a Talnost, akkor ugye erre lesz csak manám, ez a kettő meg együtt ugye négyet fog sebezni az arcán, ami meg semmit nem ér. Ugye Ice Lance nélkül a másik Frostbolt el lett használva, őt csupaszon kirakom, nem csinál semmit. Ha a Frostboltot betolom arcba, vagy a Firebolt betolom arcba, csak így simán, azzal leteszem őt 12-be. A két spell damage, ez ugye 3, ez 6-ot sebez, ez 10-et sebez, plusz a ping. Hát ez szar, de ezt meg kell csinálni. Most ha van még egy Doom Guardja, akkor ugye tud prokkolni, viszont ezt kirakom, ez 6 mana, ugye? Ez meg még 3. És van neki. No. Meg lesz ez, tehát hogy ez 3 spell damage. Ez akkor így 6-ot sebez, ez pedig... az megvan. És még a pinget se használtuk ki. Manából is kijön? Hát mert ez 6, az megvan. Na, White Freeze Mage. Zu ellen. Taurissan és Alexstrasza nélkül. Jó. Még valószínűleg nyitó kezben meg kellett volna tartani az intellektet. És mondjuk feljött volna még egy akolájt. Na, megnézzük, hogy szerencsések leszünk-e. Ezt lehet, hogy megtartom ám. Nincs coin, úgyhogy viszont egy droppom sincs. Tehát nincs miért nagyon tartogatni. És Alexstrasza egyből a tiszteletét is teszi. The pleasure is mine. Nagyon jó. Két Frostbolt, jó. Következő kör. Az intellect vagy a barrier? Intellect. Gondolom én. Mert a barriert felrakhatom következő körbe és nem vagyok életveszélyben. Két Blizzard egyből tömbösítve. Gondolom, hogyha nincs más, akkor ez barrier. Scientist vagy barrier? Hát kirakom a Scientistet, hogy legyen valamimként. Úgy sincs ötödik köröm, és úgy meg a barrier és a ping az simán összejön. Ha belecsapja, akkor is egy-egyes van kint, azt simán. Jó. Nagyon csodálatosak vagytok.
Tegyünk ki a másik scientistet is. Most egyet kira, az a baj, hogy ugye úgy nem tudok vele value-t kivenni. Ugye ez ilyen kamu ütés volt, mert valójában az arc volt a cél csak. Jó, és akkor ez ére nekem egy blizzardot. Azért nem, egyelőre, bár ugye amíg ezzel nem üt, ő valószínűleg az Unlimited Raptorokra vár, hogy tudja másolni a detretot. Ugye ez nem egy veszélyes board, tehát hogy... Ez így most jó. Oké. És valószínű én ezt lepingelném róla. Tehát a ping az valós. És én a torcsot azt lehet, hogy betolnám arcba. Most várhatok vele, de minek? Mondjuk a kezemben van Alex, és két kör múlva nyilván az arcát fogom támadni. A tauntot minek leszedni egyelőre? Jó, ez elmegy arcba. Ez teljesen mindegy. Azon gondolkodtam egyedül, hogyha a 9. körben kimegy az Alex, és az a 0-3 lesz az útjába, és amiatt nem tud arcba menni, akkor azért morcos leszek. Ó, köszönöm szépen! Ez mondjuk nem érdekes. Az mondjuk viszont fáj. Jó. Blizzard nem jó erre, gondolom. Mert ugye gondolom gengápolni akar. Még végül is szinte minden a kezemben van, amit... Csinálunk egy ilyet. És csinálunk egy ilyet. És... Igazából tök mindegy. Most ez mehetett volna arcba is egyébként. Ugye a másik ilyet ezt... Még Patronod is van. Mi nincs ebben a deckben, de most komolyan. Izgé. Na. Ez is megvan. Jó. Jó. Szerintem én ezt így diszkréten leblizárdoznám. Azzal járok jobban. Mert akkor ugye azzal egyel több Patron lesz. Vagy csináljuk meg ezt. Ez így jó. Ez így talán jobb. Mert ugye így kapott volna egy olyan Patronot, amivel támadhatott volna, hogyha blizárdozok. Hogyha nem ezért mivel nem blizárdoztam, ezért így most ugye a teljes bort fagyott. És így meg tudom azt csinálni, hogy Taurisszán, ugye a Alex már nem csinál semmit gyakorlatilag, és ezzel meg tudom olcsósítani így a nagy részt. És gyakorlatilag letába tudok kerülni. Az Ice Lance-ek még mondjuk kijöhetnének. Na, te rédelj csak, barátom. Jó. Húzok még egyet. Kettőt nem. Ugye ez most beleüthetnék, de mivel nullás azért nem fog, tehát hogy ez semmit nem számít. Jó, és ez ugye van egy spell damage-em, tehát ez azt jelenti, hogy ez négyet, tehát hogy ez itt így összesen 8 sajnos. Az 14.
plusz ping. Tehát az még offos. Még valami kéne, még mondjuk egy Ice Lance kéne, de az a simán meg lehet az intelokból. És még mindig megcsinálhatom azt, hogy Alexstrasza-val lerakom 15-be. És utána viszont megvan a kombóm. De így mondjuk nem kell. Hát, hogy ez így 5 mana. Igen, tehát ez így 5 mana. Ez 8... 10. És ennél többet nem fog tudni kivenni valószínű. Ezt számoljuk még egyszer? Jó. Nos, tehát. 3 spell damage-et tudok, akkor ez 6, ez még egyszer 6, az 12, az 21. És manából is meg vagyunk. Ez 7, ez 7, 8, 9, 10 meg vagyunk. Mi róg? Na, remélem közben barátunk kapott paklit. No. Szerintem nyomhatunk még egyet, még gyerek az idő. Ó, a másik titkosos. Ha csak nem anything. Ha Anyfin, akkor a Frost Nova jó, ha Secret Pala, akkor szar. De lehet, hogy én ezt megtartom el. Na jó, nem. Ezt a kettőt eldobom. Mondjuk a Torch valószínűleg jó, hogy visszajöttem. Tehát azt azért elhasználni ez olyan rossz, hogy a Roaring Torch utána benne legyen a deckünkben, és feltopdekelhessük, mint ahogy egyik nap SSB tette ezt. Most ezt ki lehetett volna rakni üresben, semmi értelme. Mert ugye nem volt follow-upom, hogy most harmadik körrel ki akarom rakni a Mad Scientist-t. Nagy kérdés, hogy ő vajon tekkelte szikretek ellen. Tehát, hogy például Mirrorra. Hát ő beveri. Ő az a fajta srác. Gondolom, True Silver-re gondolom nem fogja lecsapni. De mondjuk egy jó shielded mini bot már jöhetne. Szerintem ez itt így easy. Ugye sajnálatos módon a paladin rengeteget tud gyógyulni, úgyhogy azért Alexnak örülnék, hogyha kijönne. Mert így le tudjuk ütni valameddig, aztán így hirtelen a Forbidden... Hirtelen a Forbidden Healing-el így visszamegy a világ végéig. Forgotten Torch, ping. Vagy Forgotten Torch és a Scientist. A ping jobban tetszik, még többet sérül arca. És most már két Roaring Torch-om van, tehát... 6 manáért tudok 12-t sebezni, hogyha felhúzom. Spell damage nélkül?
És az nem egy rossz ajánlat, azt hiszem. Kezdődik a gyógyulási fiesta. Tehát Secret. Milyen meglepő volt. Meg akarom olcsósítani feltétlenül ezt a kezet, az a baj, hogy rohadtul nem, mert a végső kombómhoz semmi nincs benne. Ha ezzel most arcra jutok, az valószínűleg Noble Sack, és akkor ki fog prokkolódni az egyik Secretem. Viszont hogyha ezt most kirakom, akkor nyilvánvalóan a blokk, és nem az. Jó. De tényleg, Taurus-en tök jó lenne, hogyha lenne a kezembe bármi, amit megéri leakciózni így jól. Elég unlucky eddig a dolog. Mondjuk ez a két lény már lehet, hogy megér nekem egy Blizzardot, vagy egy Frost Novelt. Frost Nova Doom Slayer, mondjuk úgy is van a kezemben, tehát hogy... Azért nem raktam most ki a Barriert, mert következő körbe, hogyha ez lemegy, úgyis le akarom tolni a Taurus-t, és ugye mivel Barrier a kezemben van, mindenképpen Ice Blockot fogok oda kapni, tehát igazából most már teljesen mindegy. Nincs az, hogy kvázi rossz Secretet kapok. Na, te igazi ezüst, mutasd magad. Na, az nekünk csodálatos. Így is. Úgy is. És... szerintem az Acolyte az fontosabb. Mondjuk az nagyon durva, hogy semmilyen lényt az Ivory Knight-okon kívül nem játszott eddig, csak a Hero Power-ét. Nagyon-nagyon ráérős. Arra gondoltam hirtelen, hogy ez a small time-os, murlockos agro paladin, de nem az. Tehát ugye neki az a célja, hogy 10. kör felhúzza a teljes kezét, most ő ettől azért még elég messze van. Enzo paladin. Csodálatos. Na, egy discount. Kérek még egy discountot. Roaring Torch discount. Na már ez is van. Ez megérne nekem egy Blizzardot. Szerintem meg. Jó. Azon gondolkodom, hogy az Acolyte-ot feltétlenül jó ötlet volt kirakni, de sokkal jobbat nem tudtam kihozni belőle. Mindjárt jön a Belcher, meg az ilyesmik. Na, valami hasonló állatságtól féltem, igen. Jó, ez is megvan. Akkor viszont meg lehet csinálni... De ezt kell. Sure.
Innét, hogy elkezdett volna körönként kilenceket ütögetni az arcomra, azt nem csináltam. Oké, belőle jön a másik Bloodhoof, de őt majd valószínűleg az Emperor el fogja kenni. Jó equality. Solemn Vigil. És jönnek a mörlökök, ahogy arra számítottam. Jó, ez mennyi dam? Ez 12, meg 3, meg 4. Az kurva kevés. Egyelőre várakozunk még. Hát és nyilvánvalóan megjött Tyrion is. Na végre egy arkintelekt. Jó. Az is jó. Ezzel szerintem egyébként még mindig nincs meg a történet, úgyhogy még egy kört biztos, hogy várok. Mielőtt kirakom a... Egyébként lehet, hogy Tyrionnak kellett volna a szarját lepingelni, de igazából teljesen mindegy. Na, hogyha őt ki tudom rakni, akkor ez ugye 8-at sebez, ez 8-at sebez, az 16, ez 5-öt sebez, az 21, ez pedig... Ez még mindig kevés. Mondjuk a két Ice Lance ott van, úgyhogy ez nincs probléma. Na jó. Szóval ez itt ez 8-8, ez 16, meg ez 21. Aha, az úgy megvan. Minden számítás szerint. És ha jól látom, ez manából is megvan. Na. Kérdés az, hogy elszámoltam, de szerintem nem. Mad Scientist az jókor, mert már nincs rá szükség. És ez még pingel is beleférne, de akkor most már így. Na, White Freeze Mage, hölgyeim és uraim, 3-0. Nyilván a pro Freeze Mage játékosok beszólhatnak, hogy nyilván szarul játszottam. Nem tudom, megpróbáltam a lehető legjobbat kihozni ebből a dologból. Remélem, hogy élveztétek. Mutatom a decket. Ezzel játszottunk az elmúlt, most már több mint fél órában, örülök, hogy megnéztetek, és mindjárt jön a videóajánlás, ahol korábbi Wild vasárnapos videóimat ajánlom, ha gondoljátok, nézzétek meg, talán megéri őket, mert vannak közöttük viccesek, meg kevésbé viccesek, működők, meg kevésbé működők, de mindenképpen deckek, és szórakozunk, és hát mégiscsak játszunk, hogy mi a fene, és a csatornán névében pedig megtaláljátok a buttonát, azonosítomat, amivel fel tudtok venni Hearthstone-ban, és tudtok velem beszélni, tudtok kérdezni, tudtok watch and learn-t, nálam lehet engem spectatelni, lehet 80-as questet megosztani, és minden mást, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!